Na csá, csumi csörtészt a csokoládé és traktorkerek. Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán. Kipor jelentkezik a következő videó, ami nem lesz más, mint egy RTS 2, és ismertek jól, nem sima RTS 2-t fogunk játszani, hanem akkor már modoltat, és hogyha már modoltat, akkor legyenek retro gépek, és legyen magyar map. Ugye, a magyar valóságot próbáljuk megvalósítani a 90-es évek vége fele, amikor nem volt más jármű szinte, csak IFA, meg Tátra, meg Zil, meg hasonló, aki ilyen járműveket raktam be modként a játékba, és ilyeneket fogunk mi használni. Szóval az IFA sofőr kalandjai gyakorlatilag az ilyen cím, ez ilyen idézőjeles akar lenni, mert nem biztos, hogy IFA-ba fogunk menni végig, és nem is biztos, hogy IFA-ba fogunk menni az elején, hanem próbálom tükrözni azt a magyar valóságot, ami tényleg akkor így létezett. Ilyen járművekkel, kamazzal, Tátrával, Krazzal, ilyesmikkel fogunk járni, igaz, Krazz az nem nagyon volt a 90-es évek végén, inkább a Lia, Zil, Tátra 815-ös, ugye ilyesmikkel szokták meg ugye traktorokat, de azt nem rakunk be. Egyébként lehet, hogy lesznek olyan járművek is, mint például buszok, meg hasonlók, de mindenképpen megpróbálok ilyen karriert felépíteni, szóval magyar mapot raktam be. Meg retro járműveket, egyelőre ugye most kezdtük előre a játékot, tehát még a... hogy mondjuk, nem bérkamion, hanem a gyakorlatilag, amit hozzánk vágtak, azzal fogunk csapatni. Annyit leszögeznék, hogy én annyira nem vagyok RTS 2 fan, gyakorlatilag ebben a játékban talán van összesen 8 órám, úgyhogy nem leszek jó, nem leszek olyan, úgy értem, hogy nem vágom annyira a játékot, remélem, hogy azért segítetek, majd írjátok meg, hogy miképp, hogyan, mit érdemes, hogy csinálni, úgyhogy figyeljétek nyugodtan a gameplayt kritikus szemmel is, és nyugodtan írjátok meg, hogy mit nem csinálok jól. Az a lényeg, hogy veressük. Na, hogy kell itt indulni? Ja, itt van, gyerekek, egy percet nem játszottam ezzel a játékkal most, mármint betöltöttem, magyar map egyébként. Ugye, ezt lehet van itt térképünk? Van, igen. Itt ameddig látszik, hogy itt van Magyarország, de itt az úthálózat, ameddig látni, addig vannak ugye kiépítve ezek a dolgok. Nagyon-nagyon... az még pacsa és Zalaegerszeg, még ilyesmi. Ja, ez nem minden van ugye, nem minden van. Felfelően 0,1%. Az a gond, hogy ugye még ilyen kereskedőt nem fedeztünk fel. Amíg a kereskedőt nem fedeztük fel, addig még nem tudok járművet se venni, mert nem igazából, mint hogyha tudnék, mert lenne pénzem. Egyébként hol írja a pénzt, gyerekek? Nem tudom. Itt nem írja ki? Jó, gyerekek, várjál már. Na, várjunk, veressük, jó? Ugye egyes kamera belső nézet, kettes kamera külső, amit fogok használni, szerintem egyes, kettes, nem? Ti szoktatok használni többet? Egyes, kettes, nem? De belső nézetbe akarok leginkább menni, úgyhogy veressük. Van valami kézifék? Be van húzva? Nem tudom-e? Nem, nincsen jó, akkor csapassuk, verjük neki, gyerekek. Merre kell mennünk? Itt ki kell mennem, azt jobbra, ugye? Tényleg, so sorry, nem tudom, hogy ki lehet nézni. A másik oldalt nem olyan hosszú nyakam nincsen, ugye? Várj, hol kell kimenni egyáltalán? Kapu az kinyílik? Vagy mi a szügykös, éttúros? Hát, ugrik ez, mint a hortila vagy gyerekek. Majd a izével nem lesz ilyen problémák az ifával, ugye? Kinyitod a kaput, öcsém? És ez komoly? Nehogy ne legyen kinyitva a kapu. De várjál már, miért nincs kinyitva a kapu, hé? Hey. Ne! Hát ilyen még szerintem a normál RTS-be sincs... Nem. Jaj, valaki írta, hogy oké, hogy jók a videóid, Keeper, de... miért beszélsz folyamatosan a hülyeségeket? Mert van index, nem? Várja már. Hopsz, leállított a motort, jó. Vagy írjátok meg, hol az index. Gyerekek, ez nem fog így elfordulni. Azt a... nagyon csapva verjétik itt gyerekek. Állják, kitolom az elejét. Ha majdnem megálltok, nem? Pont jó. Pont jó volt. Az milyen autó ott? Még olyan klausztrofób érzésem, amit nem férne. Nagyon szűk ez az út, nem? Elfér, jó. Jó. Kaposvár, Enying. Jó van. Csivon tornyáról indultunk egyébként. Ez volt az első, ugye lehetett választani, hogy mi honnan induljak. És innen indultunk. Gyerekek, a sebességhatárt az hol írja, az a 70-es? Ami az rendőrautó? Hol írja a sebességhatárt? Az a 70? Vagy mi az? Szügyök az. Óvatosan, óvatosan. Igen, igen, kormánya lehet, hogy jobb lenne játszani. Nekem nincsen kormány. Ott hol van egy rádió. Ott hol hagytam a kormányt. Egyébként régen azzal is szoktam játszani, emlékszem, amikor még a Fotel traktoros volt, aztán szokott vinni, mindig azzal szoktam játszani, hogy annyi IFA volt annyi IFA volt, hogy gyakorlatilag IFA, nem volt más, az IFA volt, meg az a Zil 131, vagy 100, 130,
tudjátok, az a kék-fehér. Pont most olvastam róla egy cikket, hogy miért kék-fehér a Zeal. Miért volt az a tipikus, hogy csak abból készült kék-fehérbe. Igazából azt olvastam róla, hogy ez volt az első olyan jármű, szovjet jármű, amelyiknek a festését nem kizárólag ezébe csinálták. Nem kizárólag keki színben, nem katonai színben, hanem civil színben is, és kék. Ezek annyira sok kék festék volt a ruszkiknál, annyi sokat gyártottak, hogy azért kék lett. Úgy olvastam, hogy még a keki színt is kékből keverték, nem tudom, kék meg sárgát összekeverték, azt lett ilyen keki poszszín, azt így tudták megoldani. Na várjátok, oda be kell parkolnom, hely! De ezt most... kéne csak belső nézetben nagyon pro módon csinálni, ugye? Ezt így mindig eldöntöm, hogy én nagyon pro leszek egy játékban, azt nem sikerül ám. Ja, és akkor azért lett kék ennyi, nem nagy kúsz. Gyerekek, így be lehet tolatni, és komoly... Várjátok, van egy ilyen első tükröm, ugye? Jól sejtettem, igen, oké. Kiből van ez olyan hülye, hogy megpróbál betolatni így? De ez ne... Várjál már nekem, ez nem haragudjatok, nem tudom mennyire. Érzitek ti ezt így, de én nagyon hangosnak tűnik nekem ez a öfögtök dolog. Megpróbálok betolatni, hát figyeljetek. Ez nem biztos, hogy sikerülni fog, de azért megpróbálja a Keeper. Nem ilyen-e? Sívja forgózsából, és a gyerekek. Estél Lacikát eleget néztem én. Vágom. Kereket tudnék cserélni, hátsó kereket a izért. Kamionon. Megnézem az eleje, elfér az eleje? Hát, épp hogy suroljuk az épületet. Targonca, férjél el! Ne integessél! Nem fér el a targoncától. Kicsit kihúzom előre, jó? Nem arra ügyjel. Kihúzom előre. Ezt akkor tudom megszedni másik irányba picit. Szóval ezt nekem csak most már nem látok. Épp hogy gyerekek, kicentizem! Álltál volna odébb a targoncával, Sanyi! Anyád szömít. Másik oldal az parabéra, jó gondolom. Ugye ilyen belső, vagy ilyen segédtükröket be lehet kapcsolni, nem akarok, gyerekek, nem akarok. Játszunk valósághülyen. Na most írjátok, hogy ha valósághülyen játszasz Keeper, akkor kellene indöxölni ám, indöxölni kéne. Azért érzitek, a Keeper az vágja a tévát, ugye? Este 22 Lacika azért segít, ha baj van. Ugyan, nem? Nehogy már ne legyen jó, hallod? Ennél jobban nem állt be ember a földön. Na, jó. Ja, meg. Oké, megcsináltuk? Gyerekek, nagyon jók voltunk egyébként szerintem. 2 liter üzemanyagot használtunk. 522 darab eurót kaptunk ezért a forrér halad. Kamionos nekem ennem. Jó. Nagyon jó volt. Fú, ez az izé, ez az American Truck Simulatornak a izéje. Kípje, abból van lőve. Gondoltam rá, hogy azzal is játszok, de most egyelőre egy jóra a tag. Ez mi? Mi ez? Cégem székhelye, van cégem? Ne, de imádom. Lehetne jobb is, kezdetnek megteszi. Sajnos még nincs kamionod, amit itt leparkolhatna. Ha elegendő pénzt gyűjtöttél ahhoz, hogy saját kamion vásárolj, szabadon bejárhatod a játékvilágot. Saját játékból kezdve, sok szerencsét. De egyelőre akkor még nem tudom ezt csinálni, hanem ugye... fuvarokat kell vállalnom. Ugye? Még nem tudok semmit se csinálni. Nincs portkocsi, nincs kamionom, semmi se. Hol lehet fuvarok? Igen, itt vannak a fuvarok. De hol vagyunk? Várját, nézzük meg, hol vagyunk, nem? Olyan... Simon tornyán vagyunk, tehát olyan kéne a Simon tornyai fuvart vállalni. Gyors fuvar, vállalkozói fuvar, hát ezt tudom csak, ugye? Simon tornya. És gíd. Azt kell nézni, hogy kilométerenként melyik fizet legjobban. Hát ez fizet legjobban. Simon tornya is... Ah, ott van, azt... És...
Gyerekek, ha valaki ismeri azt a környéket, amerre járunk, vagy írjátok meg, merre menjünk, mert szeretnétek megnézni a saját helyet a hullakó, akkor ott van az a csajben, baze. Az biztos a főnök agyusztálja, mi? Na, akkor majd írjátok meg. Traktorok, Simon tornya, dég. Hát ez jobban fizet, hallod, de traktorokat jobban minnék. De most jó, legyen ez, mit fizünk, mit viszünk itt, mit mutat? A radiátorokat viszünk, gyerekek, jó lesz ez nekünk. Fuver elválasz. Elvileg itt híreket is kell rakni, hogy jobb fuvarokat tudjál vállalni, ugye ilyen nehezebbeket, meg esetleg olyat, hogy robban, vagy tűzveszélyes, meg ilyen olyan áru tudjál vinni, ugye. Na várja, és itt nekem köfő bennem? Vagy fönn van rajtam? Annyit megnézek, nem akarok külső nézetbe sok. Jaj, de jól néz ki. Ó, az mi ez? Nem mondod, hogy utánunk van egy pót. Ne. Hogy szórakszol? Nem nincs olyan nézet, amiben teljesen körbe tudom nézni a kamcsit. Nincs. De, jó, ez jó. Ez komoly, hogy van ilyen, hogy izé, hogy a nyerges után beraknak még egy ilyen pótot? Hát menjetek a francba. Nem ezt akartuk, nem erről szerződtünk már F-öt. Ezzel tudom módosítani azért a nézetemet. Melyiket legyen? Legyen ez, mert ez nekem így jó. Az F-hat az mi? Fuvar. Jó. Az F-8 az mi? Nincsenek üzenetek. Jó, legyen ez. Na. Hunka kimennem. Hát jobbra ki. Elakadás jelző, jó, várjál. Jaj! Na, ezt megnyomtam az R-et. Jó, majd megírjátok melyik a izé, nem? Várjál. Hum vannak az index, jó? Majd írjátok meg fele. És itt jobbra írja, hogy arra megyek ki. Most rátekintek, várjál már. Hallod, nehogy ott kelljen kimennem, ott jobbra. Nem, ott figyelj, ott ki lehet menni, azt közben meg azt írja, hogy jobbra menjek ki, jó? Kapjad be, nem jó felemutatod. Na. Egy Volvo-val megyünk. Azt vágjátok egyébként, hogy melyik a legférfiasabb autó márka? Most ne írjátok a BMW-t meg a Zsigulit. A Volvo. A Volvo. És miért? Nem tudom, hányan vettétek ezt észre, mármint hányan tudja. Hányatoknak tudatosodott. Basszus, ez aztán hallod, ez nem fog elfordulni. Az nem fog elfordulni, ember. Ki kell húzatna itt egyenesbe. Ne, gyorsan visszaszedni. Hallod, ez mi? Ez mi, hogy a legelső fuvarom? Ilyen. Nem fordul el, nem fordul el. Hallod, ez duplán csuklós. Ezzel még kovassak be, vagy mi? Valahova is. Próbálok visszatolni, hogy... Ja, és ezzel majd tolassak én. Köszönöm. Hát, hol menjek ki? Hogy menjek ki? Marha nagy ívbe kéne fordulnom. De kiszedem arra, és akkor úgy, hát... Ez beteg, gyerekek, mi az? Mi a fasz volt, hogy várjál? Ja, kösz. Nem sérültük, ugye? Semmi. Jó, ez nem volt veszélyes. De hallod, itt van előttem egy ilyen kutyaszar. Nem zsúfolt egy kicsit ez a... De nem ám a piros autóval odébb állná, barátom. Na. A Volvo témára visszatérve, ingyen mondom. És akkor most át kéne szednem teljesen a másik oldalra. Hát ez hülye. Ez hülye most... Szóval ne haragudjál már, barátom, de mit gondolsz, mi vagyok én? Ki kell húznom, amennyire tudom ide. Áh, fiú. Ez ki se tud fordulni innen, apám, ezzel a üzével 2000 kilométeres szerelvénye. Egyen leakasztom a pótot, gyerekek. Na, azért a Volvo, mert... Na, rájöttetek? Mert a Volvo... Figyelj, ezt úgy tudom, hogy kiszedem itt teljesen oldalra. Akkor úgy. Csak ha most ide jön valaki, ezt be fogok akarni belé. Micsoda forgalom van, gyerekek. Ja, ugye oda kell kifordulnom. Néha ránézek így.
Ez bődületesen hosszú, menj a francba. És a yardok meg itt igazoltatták a FedExes csávot. Te hallod, valaki már beengedne, vagy mi a... Mi a tököm van? Na azt akartam mondani, igen, Volvo jel az izé, az egy férfi jel. Nézzétek meg, hát ugye van a női, amelyik egy kör és egy kereszt lefele, ez meg a férfi jel. Kicsit izék volt, nem, te hallod, nincs nagy forgalom? Én kitolom az elejét, nem érdekel, meg rodjatok meg. Kitolom az elejét. Mentő elé direkt, mi riktik? Na jó, elfogynak, jó. A Range Rover elmegy. Rendőrök, hello ever, hello, hello, hello. Magyar rendőr autó, gyerekek, magyar valóság van. Ugye rátok húzom. Rátok húzok egyet bottal. Jó, menjünk. 50 izé, sebességhatár. Szépen nem kapkodunk, gyerekek, real valóság hülyen megyünk. Ott meg vannak a gácsik az út mellett, föl lehet csipkedni őket. Egyébként, ó, oh, na itt megint izé lesz, megint úgy kell, hogy itt állok meg a egy sárga jó sokáig van, gyerekek. Itt állok meg, ott a volán busz, figyeld a, nem lehet zoomolni? Ott megy a. Észak izé, Dunántúli ká, mit tudom én, micsoda. Nem tudom, hogy van. Jó, hát ez egy nem kicsi szerelvé. Hallod, ne dudálj el! Piros a lámpa, tudom, hogy messze álltam meg tőle, de én izébe fordulom. Retek nagy kanyarba. Így kiszedem ide. Hogy haver. Ezt figyelj, ez muszáj. Ránézek így, jó? Ne haragudjatok, rá kell nézni. Á, így jó, igen. Így kell fordulni, hát ekkora szerelvénnyel. Csak nehogy izé pirosat kapjak még most. Izé segge végig a kereszteződésbe lóg. Aj, aki rohadt magyar valóság show. Lakberendezési áruha az. Az a baj, hogy az én környékem, egy Győr felé nincsen semmi még kiépítve. Pedig nagyon vágnám, de átlóg a másik sávba a nagy szerelvényem. A modolt járművek azok járnak az utakon? Azt mondjátok már meg, hogy ezt csak én tudom megmenni, vagy használják majd és jön be, szembe velem egy ifa mondjuk, amit bemodoltam. Ezt mit tudtok erről? 41-en megyek ugye? Szolidan közlekedünk. Melyik a tempomat a C? Nagyon. Aha, C a tempomat, ugye? C a tempomat, jó. Jó, kicsit gyorsabban megyünk, de nem akarok olyan nagyon vágtatni, mert nem ismerem még az útvonalat. Fejér megye, yes! Yes! Hogy kicsit mocsoros a folyó. Nem a tempomat, nem a izé C, hanem ennyire gurulunk. Ugye, vagy az? C az. Volánbusz itt van, a Icarus. Karusz busz. Zöldség, gyümölcs, 150 méter. Marhára meg van csinálva. Tetszik. Tetszik a dolog, gyerekek. Nagyon fájtos. Hány kilométer még? Unírja. 12 kilométer, jó van. Nagyon jó. Nagyon jó, és akkor azt csináljuk, hogy ugye gyűjtünk pénzt, és akkor megpróbáljuk... Oh, ott volt egy Renault, ugye? Megpróbáljuk megvenni valami autentikus járművet, egy Tátrát, vagy egy Kamaszt van, Kamaszt bent Tátra, meg Rába, magyar Rába kamion is van. Van itt benne, elvileg, raktam be, hát nem tudom a modokat. Meg lehet nézni, ugye, amikor rakom be, hogy bekapcsolgatom őket, bekapcsoltam. Nem tudom, hogy azt meg lehet nézni, hogy milyenek, hogy mit tudom én, mint a... Mint mondjuk a farming szimulátorban, ugye nem lehet megnézni, mert fel kell szabadítani boltot, ha jól tudom. Na mi ez? Mezőszilas. Mezőszilas, gyerekek, valaki mezőszilason lakik? Na, írja már, mert dobja már meg oda.
De lehet parkolni, venni, izé, banán. Az milyen izé, nem tudom, ez magyar sajátosság, amikor kim vannak az út szélén, aztán oda nézzetek, csajok vannak a busz megállóban. Szevasztok, baby vagyok. A... Hogy ilyen eper, meg dinnye, meg minden így az út szélén, tudjátok, így árulják. Tudom, az annyira magyar. És így szabadítom fel ugye a... Ne, biciklista! Hogy rohagy meg! Tekeri a 28-es csepelt. Ez mi? Kocsma? Butik? Nem hiszed-e? Kóbót? Annyira kár, hogy nem olyan környéken... Nem ismerem ezt a környéket, de biztos. A kízé, aki itt lakik, az mondja meg már, hogy ez mennyire jól van megcsinálva, hogy jó-e. Ez zebránál halál meg várakozik, ja nem? 7 kilométer. Mi volt ez a villogás? Hallod a rendőröktől? Már a játékba félek, nem vagy a izé valóságban, mindig megbüntetnek. A real. Bentó miatt. Zöld a lámpa, menjél barátom! Kicsit fékeznem körülött, mert tötyörgött előtte a hülye. Viszont ezzel nem tudom, hogy fogok oda nézni, de kocsmáznak az emberek. Milyen nap van, nem írja ki? Hétfő van, hallod? Hétfő... Hétfő hány óra? 10 óra 58, ez fullon volt a kocsma. Meglátszik, Magyarországon vagyunk. Meglátszik. Tudjátok, mi hiányzik ebből a játékból? Egyébként régebben néztem ilyen orosz mapot, ami offroados, ilyen full offroados, hogy rendesen sár van meg minden. És ilyen offroados gépeket lehet farankon bemodolgatni hozzá, és tök jó. Ilyen szibériai utak meg minden. Na, az például egy ilyen magyar valóságon is lehetne olyan, hogy kivész a izére. Kivész a périre rövidíteni, nem? 5 kilométer. Ja, egy kicsit olyan klausztrofób érzésem van, pedig azt nem kéne annak lenni. 80-as sebességhatár van. Egyébként ez most ez 80-as sebességhatár, mert azt tudom, hogy azt hiszem a buszoknak is limitáltabb. Például a buszok is talán nem... a buszok is 90 emetnek lakott területen kívül, mert én nem vagyok buszsofőr, azt nem tudom. Valaki, aki tudja, az mondja meg. Én úgy tudom, a buszok is 80-nal, ugye? Csak 80-nal mehetnek. Nem mert 90-nel a busz lakott területen kívül, vagy igen? Írja meg, aki vágja ezt a tévát már, okosítsatok ki. Körforgalmak vannak, azokat élem. Ennyi. Jó. Figyeljetek, 3 kilométer ott vagyunk, nagyon szuper. Ne, ott egy izé, kombájn megszalsz. Ott volt egy kombájn, és ráadásul ilyen klassz jellegű. Siófok. Erről mindig siófokról az izé jut eszembe, régi repülőszám, hogy van. Hétfők egyszer, de csütörtök, péntek. Szombat, vasárnap, ja, péntek után jön a vasárnap. De neki dőlnél a vaságynak. De nyár van és nyuszít a gép, ahogy a kocsiban a lábad a gázra lép. Le az M7-esen. Egyenesen. Szalon képesen és hüde ügyesen. Talán a tavalyi havai visszatér. Hol az a rendőr, akkor jótól ér Érdés, Marton, Kápolna, Násnyék felé. Az úton a tábla több, így sok. Hány évvel írják, hogy siófok? Ez a tudjátok meg, hello everybody, de Balatonra megyünk, vagy nem? Az... És elég cigi, vagy nem tudom pontosan a szövegét már. Hát ezt a számot senki nem ismeri a nézőim között, hóci hát. De nagyon éltem régen, imádtam. Volt egy Walkmanem, szarra hallottam ezt a repülők számot. Megint a izével kell, póttal kell itt tökölnem. Azt a persze, bazze, persze. Rohadjatok meg, kamionos társaim. De most nem azért ekkora kamion, még életemben nem kerültem ide, mögé raktak ide ilyet. Ide kell, és akkor még ezt letolassa be? Ott? Az köl nekem, hogy ezzel betolassak, mi? Kifát akarok vezetni kispóttal, nem ilyen odájuk a gyerekek. Ezt rendesen így ki kell húzni, ugye elhúzott balra szépen. És úgy szeded alá, hogy épp hogy már az eleje, épp hogy, ezt nagyon eltaláltam, épp hogy elforduljon, és akkor beszeded egyenesbe, és nézd meg, akkor szép. Most hadd nézzem meg. Csak azért, hogy lássuk, hogy akkor így nagyon szépen befordul, ugye. Nagyon, nagyon jó volt. Elütlek tesó, de szórakozz. Hova kövődni? Hova kövődni? Bekövődni hátra. Fogadni mernék, hogy ott... Várjátok, kicsit csalók, bekukkantunk, jó? Hallod, azért érzed törődést, hogy ez... Jó, azt mondjátok, külsőnél... Nem akarok izébe külsőnézetbe játszani, csak... Ez annyira messze van, az a tükör... Nekem rossz a szemem, gyerekek, nem látok el addig a tükörig. Nem akarsz beforkolni... Hallod, ide nem is lehet!
nem azért, de nem is lehet, mert ugye... De lehet! Mert ő is olyan a parkol... Hallod, hogy ilyen parkolsz oda behajtszer? Hallod? Engedjetek meg annyit, hogy külső életbe hadd próbáljam meg. Hogy lássam, hogy mi a szar van. Elvileg több pénzt ad, ugye, hogy épp parkolok be. Azt a rampát, azt nagyon izé eltaláltam. Nem kicentisztem. Én nem is tudtam, hogy Eurotruckban vannak ilyen nagy döga alatt izék, autók. Kipő nem adja fel a bolyan egy pöttyet. Hát, hogy nem látok. Há, az a baj, hogy... Az a baj, hogy hülye vagy Kipő. Egy kicsit előbbre kéne. Csak pont fordítva kéne törni, ugye? Hájá? Erre kéne törnöm. Most hátra, ameddig tud, előbbre húzzuk. Most lesz a jó. Már erre kéne tornom. Erre, ugye? Nem. De így. Már gondolkozzál már. A hátuljára kellene jobbra mennie. Akkor az elejére kéne arra mennie. Így. Vissza kell fordulni a másik oldalára. Jó volt! Sikerült. Jó van, gyerekek. Az 6000-et ért, hallod? Azért nem olyan rossz az. Vagy tehát a zsony tapasztalati pontot kaptam. Mire rakjunk? Értékes rakomány. Törékeny rakomány. Erre kéne, nem? Adiát, kiválasztottam, jó. Majd írjátok meg, hogy mit választok, mert megint ide. Új alkatrészek érhetők-e, ott rohadjál meg. Kamion kereskedő. Milyen DAF kereskedőm már van? Várjál, és akkor hol tudom megnézni? El kell oda köcsölni, vagy mi? Online vásárlás. Kamaz! 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 Itt van a kamaz! 110 ezerért kamaz, gyerekek! És ezt nem tudom megnézni. Jaj, Sanyi, itt van a kamaz, itt van a kamaz. Ez jó, és akkor mi ez? Aj, itt lehet testre szabni, mi ott a motorok, hallod? Milyen a legerősebb? 680 lóerő, az alap az meg 260. Váltó, beltér, gyerekek, itt a kamaz. Igen, lemondok, azt akartam megnézni. Nagyon jó, és de itt csak a kamaz van, ugye? Itt csak a kamaz van. A DAF-nál lehet akkor a kamaszt megvenni. Jó, tudjuk. Wow! Nagyon jó. Nagyon tetszik. Na, gyerekek, elbúcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, egyébként Béla Várnak hívnak minket, és Béla Bartransz a boldognak a neve. Üzletnek a neve. Jó, következőben nyomjuk tovább. Hol van a pénzük? Álljál meg. Egyenleg 23 ezer. Figyelj, 110 ezer szerintem marad gyorsan összejön, nem? Most ez... Mit tudom én, pár fúvar. Na, köszi szépen a figyelmet, írjátok meg, hogy merre menjünk. Ha valaki látta a lakhelyét, azt is legyen szíves. És írjátok tippeket, hogy hogy lehetne pénzt csinálni. Cheatelni nem fogunk, hanem szeretnénk játszani normálisan. Na, köszi a figyelmet, csá!
és néhány gyereke. A hegyi út széles, az ifa meg szétes, Ikarus a kaszni, a talulusz a gumia, ha-ha, de megy ez az ifa.